Ez a Hírek Plusz, a Szolnok Televízió reggeli híradása szeptember 1-én, szerdán. Köszöntöm kedves nézőinket! Folytatódott a hagyomány, idén is átadták az óvodai nívódíjat. Az elismerést a Pöttyös Tagintézmény óvoda pedagógusa Fási Krisztina vehette át. A szolnokvárosi óvodák díjátadó ünnepségén minden évben az óvodapedagógusok, illetve nevelők több éves szakmai munkáját ismerik el. Az ember hivatása, hogy megismerje az igazságot, szeresse a szépet, kívánja a jót és cselekedje a legjobbat. Beethoven gondolatát idézve tesszük ezt mi a mindennapjainkban, pedagógusként, munkatársként, szülőként, házastársként, és még meg annyi szerepben, tehát egy szóval és egyszerűen emberként. Intézményünk alakulása óta immár 13. alkalommal szervezünk egy olyan ünnepélyes estet, amikor egy pillanatra megállunk, végig gondoljuk a nevelési évet. Végig gondoljuk azt, hogy milyen eredményeink vannak, és ezen a napon a figyelmünk középpontjában azok a kollégáink kapnak helyet, akikre nagyon büszkék vagyunk, akiknek munkáját szeretnénk elismerni, kiemelni a közösségünk előtt. Ilyenkor ez a nap róluk szól. Az elmúlt évben és most is az intézményünk által kialakított ösztönző és elismerési rendszert sajnos nem tudtuk működtetni, hiszen a világjárvány okozta nehézségek ezt nem tették lehetővé. Bízunk abban, hogy mindez jövőre már másképp lesz, és itt az intézmény ösztönző és elismerési rendszerünk alapján több kiemelkedő szakmai minőséget képviselő kolléga munkáját tudjuk díjazni és elismerni. A mai napon az elismerések és díjak csak meghatározott körét fogjuk átadni. De aminek nagyon örülünk, hogy most ebben a körben így együtt lehetünk, és köszönteni tudjuk azt a kollégát, aki nívó szakmai elismerésben részesül majd. Azokat a kollégákat, akik a nevelési évben kiírt szakmai pályázat nyertesei lettek, akik a pedagógus életpályamodell alapján magasabb pedagógus fokozatba kerültek, akik a több évtizedes munkájuk után nyugdíjba vonulnak, illetve akik szolgálati idejük alapján jubileumi jutalomban részesülnek. Az ünnepségen immár 7. alkalommal adták át az óvodai nívódíjat. Megtisztelő volt számomra, hogy én vehettem át ezt a díjat, hiszen számomra a gyerekek azok nagyon fontosak. Mivel vizuális technikából indultam, rajzolás, festés, kézi munkából, ezért nekem az egész családom művész hajlammal rendelkezik, és úgy gondoltam a vezetőmmel, hogy ebből indulok el nívódíj minősítésre. Elismerést vehetett át Ferencné Teleki Éva, aki több mint 4 évtizedes óvodapedagógiai és 30 év vezetői munka után vonul nyugdíjba. Módon volt egy teljes kerek pályát megélni, egy olyan pályát, ami boldoggá tett engem minden nap. A legutolsó ronty kisgyerek, aki az idegeimet fölbolyholta, az is boldoggá tett, hogyha megtaláltam a kulcsot hozzá. A legutolsó olyan kollega, aki szintén felbolyholta az idegeimet, boldoggá tett, ha megtaláltam a kulcsot hozzá. Szerettem a gyerekeket, szerettem a kollégáimat, az embereket, a szülőket, és tényleg mindig azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne a következő nap még értékesebb, mert annyira hiszek abban, hogy az adott pillanat a lényeg. A tagintézményben dolgozók magas szakmai tevékenységének köszönhetően a megyeszékhely óvodáiban a nevelés országosan is mintaértékű. A szolnoki polgárok hozzászokhattak ahhoz számos területen, hogy minőségi szolgáltatást kapnak. Az, hogy az óvodákban ez így van, ez szerintem az egyik legfontosabb, hiszen hogyha a gyerekek rendben vannak, akkor otthon mindenki békességben van. Ha a gyerekekkel baj van, akkor nincsen béke. De ha biztonságban, jó kezekben, jó nevelő környezetben vannak a gyerekek, akkor azt gondolom, hogy a dolog jó. És hogyha ezt mindig azt gondolom, hogy meg szoktuk beszélni, be szoktam mondani én is, ha az általános iskolákon az látszik, hogy örömmel veszik
hogy a gyerekek az óvodákból hozzájuk mennek, sőt, néha harcolnak értük, hogy ebből az óvodából, meg abból, meg aztán ebbe az iskolában, meg abba az iskolában menjenek a gyerekek, ez egy jó visszajelzés. Az ünnepséget 13. alkalommal rendezte meg a szolnokvárosi óvodák. Megidézni a rendszerváltás előtti időszak mindennapjait. A 80-as évek közepén a Hazafias Népfront felhívásához csatlakoztak azok a lelkes amatőrök és profi fotósok, akik a lakóhelyükön készített fényképeket anno el is küldték a megadott címre. Az akkor összegyűjtött fekete-fehér képekből nyílt kiállítás a szolnoki Tiszapart moziban. Nagyot fordult a világ az elmúlt években, hiszen mindenki zsebében ott lapul ma már egy mobiltelefon, legalább egy mobiltelefon, ami fényképezésre is alkalmas, egészen másképp volt ez 10-20 vagy akár 30 évvel ezelőtt. Ez a kiállítás a 80-as évekbe viszi vissza a látogatókat. Pontosan milyen apropóból születtek ezek a képek? A képek döntő többsége a Hazafias Népfront országfényképező akciója keretében készült. Ez 1984-85-ben hirdették meg, hát akkor úgy mondták, hogy a felszabadulás 40. évfordulójára szerették volna dokumentálni a szocialista rendszernek a fejlődését, a különböző vívmányait, és egy vidék fotózó akciót indítottak, vagyis, hogy minden település, minden utcáját, házát végig fotózzák, és egy felhívással fordultak a lakossághoz, hogy profik, illetve lelkes amatőrök fényképezzék végig a lakóhelyüket, településüket, ahol élnek. És sok helyen valóban eleget is tettek ennek a felhívásnak, és hát fekete-fehér analóg fényképeken, nyilván nem digitális gépekkel, hanem még filmtekercsekre végig fotózták a településüket. Ezt úgy kell elképzelni most, mintha egy fekete-fehér Google Maps lenne a 80-as évekből, tehát valóban házak, illetve hogyha besétálnak, járókelők is láthatók a képeken. Nem minden településen készültek ilyen fényképek, például itt a mi megyénkben nagyon jó anyag maradt meg a Jászságról, különösen Jászberényről, de például a megyeszékhelyen, hogyha készültek is ilyen fotók, akkor itt Szolnoknak a fényképei már nem kerültek be ebbe a gyűjteménybe. És hát ezt a fényképeket ő most először láthatja a nagy közönség, hiszen ezeket a képeket úgy gondolták, hogy majd 10-20 év elteltével a felszabadulásnak az újabb kerek évfordulóján propaganda célokból felhasználják, de közben jött a rendszerváltás, és így a fotonegatív tekercsek a raktárak mélyén pihenték mostanáig a levéltárak raktáraiban az álmukat, és most vettük elő ezeket, hiszen a Magyar Nemzeti Levéltár és a Szentendrei Skanzen egy közös országos rendezvénysorozatot és kutatási projektet indított, amely a rendszerváltás történetét kutatja különböző szempontból, és ennek egyik leágazása az, hogy minden megyében egy-egy kiállítást készítenek a Hazafias Népfrontnak ebből az országfényképező akciójából, és így a mostani állapottal összevetve nagyon jól nyomon követhető, látványos, hogy milyen településfejlesztési irányok voltak, illetve hát mi levéltáros történészek arra is felfigyelünk, hogy a társadalom történeti szempontból ugye az életmód az hogyan alakult át. Ezek is megjelennek ezeken a fényképeken, amelyeket kiegészítettünk egyéb levéltári dokumentumokkal, például itt Szolnokon a Szolnok megyei állami építőipari vállalat zseniális fényképgyűjteményével, amely szintén a 70-es, 80-as évekbeli akkori településfejlesztésnek a nagy beruházásait örökítette meg. Nyilván az akkor fotót készítők nem tudták, hogy kordokumentumokat készítenek. Valóban mit meséli, már érintette is egy ezzel foglalkozó szakembernek ez a fotó, ezek a fotók milyen érdekességekre leltek, bukkantak, mondjuk itt Szolnok vagy a környék esetében? Hát először is mi arra törekedtünk, hogy mivel nagyon gazdag a képanyag és nagyon sok szempontból értékes, nyilván egy építészmérnöknek ugyanúgy, mint egy társadalomtörténésznek vagy egy politikatörténésznek, ezért próbáltuk tematikus rendszerint csoportosítani a fényképeket, és minden egyes témakörhöz egy-egy rövid magyarázó szöveget is fűztünk. Nyilván itt gondoltunk a fiatalabb korosztályra is, hiszen most már azért felnőtt egy-két olyan generáció, aki a rendszerváltás után született, és ők hát nem éltek még a 80-as években, tehát valamiféle plusz információra szükség van, hogy a szüleik, nagyszüleik életkorát és korszakát bemutató fényképeket egyáltalán megértsék, de hát az idősebbek szemében is plusz szempontokat villanthatnak fel
ezek a magyarázó szövegek. És itt ugye nem csak az épületek váltakozását, új épületek, lakótelepek, toronyházak építését, vagy vidéken ugye a kádárkockák, a kockaházak építését lehet megfigyelni, ahogy eltűnedeznek a nátfedeles hosszú házak, parasztházak, hanem az ipar, a mezőgazdaság átalakítását, a kereskedelem átalakulását lehet látni ezeken a fényképeken, ahogy az áruházakban megjelenik az önkiszolgáló rendszer. Ma már ez természetes, akkor még újdonság volt. Ugyanígy a köztereknek a formálódását ott is, ahogy a politika próbálja a köztereket, hogy így mondjam, a saját arculatára formálni, de a járókelőkön a divat változását megfigyelhetjük, és hát számtalan más olyan apróságot, amit hát úgy gondolom, hogy a kollégák éles szemmel fölfedeztek a fényképeken, és akár popkulturális utalásokkal fölcsempésztek a tablókra. 1966-ban érettségiztek, 22-en voltak, mindannyian fiúk. Már csak 11-en élnek, 6 társukról semmit nem tudnak, ám ők 5-en az 50. találkozójuk óta minden év szeptemberében összeülnek, hogy felidézzék a régi versegis éveket. A volt diákok közt van Cservenyák Tibor, olimpiai bajnok vízilabdázó olimpikon is, aki sportolói pályafutása után Svájcban telepedett le. A találkozón beszélgettünk vele. A versegés fiú osztály oszlopos tagja Cservenyák Tibor, olimpiai bajnok vízilabdázó. 10 éves korában a Szolnoki Dózsában kezdte pályafutását. 1970 és 1984 között 134-szer szerepelt a magyar válogatottban. Tagja volt az 1976-os nyári olimpiai játékokon, Montrealban olimpiai bajnoki címet szerzett magyar csapatnak. Cservenyák Tibor olimpikon több mint 30 évet Zürich mellett él, Kirchbergben boldog, kiegyensúlyozott nyugdíjasként. Milyen emlékei vannak a versegés évekről? A versegés évek, mivel az ember akkor 14 és 18 év között volt, hát nem is kell mondanom, hogy a legszebb fiú, legszebb fiatalember korba voltunk, 23 fiú, a negyedik B-osztály, illetőleg B-osztály, csak felsőfokba tudok, mert olyan szép idők voltak azok. Kezdetben 5 évenként, és utána, 50 után javasoltam, hogy találkozzunk minden évben, szeptember első szombatja, vagy augusztus utolsó szombatja, attól függ, mert most már nagyon-nagyon fogyunk. Én 1972-ben még mint Szolnoki Dózsa játékos kerültem be a válogatottba, és kerültem ki a müncheni olimpiára, majd pedig ezután az egyetemi tanulmányaim miatt Budapestre kellett fölköltöznöm, nem ment tovább ez a pendlizés, és a 76-os olimpiát, ahonnan az aranyéremmel tértünk haza, azt már mint újpesti, budapesti játékosként szereztük. Az egy nagyszerű csapat volt, egy nagyszerű generáció, összejöttünk, jó volt, szép volt. Ráadásul, ha valaki követi ennek a kis sportágunknak a történetét, akkor utánunk bizony 24 évet kellett várni, amire ez a bizonyos nagyszerű, fantasztikus csapat összejött, és 2000, 2004, 2008-ba hozták a 3 aranyérmet. Igen, a mi korszakunk, a mi generációnk is nagyon jó volt, mert mindig ebből az olimpiából indulunk ki, de azért ez a csapat megnyerte egy világbajnokságot, megnyert Európa-bajnokságot, úgyhogy amit lehetett, mi mindent megnyertünk, és nagyszerű csapat jött össze. A vegyészmérnöki diplomát már megszereztem a sportolásom alatt, az olimpia után fejeztem be a diplomamunkámat. Utána kértem, hogy sport mellett azért már tudjak vegyészettel foglalkozni, és utána nem tudom, ki vezérelt, vagy hogy lett a jóisten vezérletével, Svájcba kerültem ki, és életem utolsó 25 évében egy olyan fantasztikus helyen tudtam vegyészként dolgozni, nagyon csúnya a név, pozitron emisszión tomográfiával foglalkoztam, annak a vegyészeti oldalával, amire én nagyon-nagyon hálás vagyok, mert még egyszer tudtam, sikerült dolgokat előállítani, csinálni, dolgozni, és karriert, egy második karriert is tudtam
csinálni. Sportol még? Ha ezt sportnak lehet nevezni, hogy háromszor járok egy héten úszni, akkor sportolok. A magam korához 73 éves vagyok, és ez a három úszás családomnak megígértem, hogy már nem járok négyszer, ötször, csak háromszor, de akkor a magam kis penziumát, azt a 2,5-3 kilométert leúszom. Én tudom, hogy ezzel nem fogom meghosszabbítani az életemet, lehet, hogy egészségesebben fogok meghalni. Élvezem az úszást, csinálom tovább, megyek. Ez egy program, ez egy cél, és ezt továbbra is csinálom. Kedves nézőink, Önök a Szolnok Televízió szerda reggeli hírműsorát láthatták. A nap legfontosabb eseményeiről készült beszámolóinkkal este 7 órakor jelentkezünk. Szép napot kívánok Önöknek, viszontlátásra!